Üdvözlöm Önöket a heti TV híradóját látják! Az 1848-49-es vesztes szabadságharcot követően Aradon kivégzett 13 honvéd tábornokra, Batyányi Lajos miniszterelnökre és az osztrák Habsburg megtorlás áldozataira emlékeztek szombaton állami vezetők az ország és a Kárpát-medence több pontján. Áder János köztársasági elnök azt mondta, 1848-49 szabadságvágya a magyarok lelkében, gondolataiban és értékrendjében olyan erős alapra épült, hogy soha többé nem tudta lerombolni egyetlen korszak sem. Kövér László, az országgyűlés elnöke a nyárosdon tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy a magyarság elleni fegyveres harcot 1849. október 6-a után felváltotta a magyarság ellen folytatott kultúrharc, amelyet az idegen politikai önkény kísértés segített és tapasztalható napjainkban is. Ebben a kultúrharcban legelőször azt támadták meg, ami szellemi kovásza volt az 1848-as forradalomnak, a magyar nyelvet és annak gyökereit, fogalmazott a politikus belföldi híreink. A bírói bérek rendezésének a közigazgatási bíróságok létrejöttével legkésőbb 2020. január 1 nagy lépésekkel kell megkezdődnie, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a bírói fizetéseket méltatlannak nevezve úgy fogalmazott, ha Európai Uniós összehasonlításban megnézzük, hogy melyik bíró mennyit keres, akkor talán most már a román szinten vagyunk, de az sem kizárt, hogy az alatt. A miniszter beszélt arról, hogy Magyarország európai összehasonlításban rosszul áll az e azgatás bevezetése és használata területén, méghozzá azért, mert rendkívül bonyolultak ezek a rendszerek. Ha van terület ma, ahol a magyar állami gazgatása működésen úgy tudna spórolni, hogy közben egyszerűvé is teszi az állampolgárok számára saját ügyeik intézését, az kifejezetten az elközi azgatás fejlesztése szögezte le. Jelezte, hogy a munka előkészületei már megkezdődtek. Hamarosan az országgyűlés elé kerülhet a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat, jelentette be Trócsányi László igazságügyi miniszter. Úgy fogalmazott, a mostani jogalkotási folyamat több, mint egyszerű igazságügyi reform, az átalakítás az 1990-es évek óta tartó alkotmányos fejlődés utolsó fejezete. Kijelentette, a kormány a jogállamiság védelme, az állampolgárok jogvédelmének erősítése felé tesz óriási lépést az új bírósági rendszer kialakításával, és a szándéka az, hogy teljessé tegye a joguralmát a közigazgatás fölött. Trócsányi László azt mondta, a hazai és az Európából érkező politikai jellegű támadásokat azért is érzem visszásnak, mert az új bírói rendszer kedvezőbbé teszi a különféle hatóságokkal pereskedő állampolgárok helyzetét. A Korvinus Egyetem új működési modelljéhez vezető folyamatot az egész magyarországi felsőoktatásra szükséges kiterjeszteni. Erről az Innovációs és Technológiai Miniszter beszélt Pécsett. Palkovics László a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tisztúítő közgyűlésén azt mondta, az a cél, hogy egy egyszerűbb, hatékonyabb működési környezet révén megteremtsék a versenyképesség alapjait a felsőoktatásban. Hozzátette, azt szeretnék, ha a magyar egyetemek ugyanolyan feltételek mellett tudnának működni, mint a más országban működő egyetemek, vagy egy magyarországi magánegyetem, s nem terhelnék az intézményeket feleslegesen olyan ügyekkel, ami ebbe a struktúrába nem fér bele. A Nemzeti Örökség Intézetének egyik fő célkitűzése, hogy bevonja a gyerekeket a megemlékezésbe, mondta Radnainé Fogarasi Katalin, a szervezet igazgatója. Az igazgató elmondta, ezen a héten több mint 2500 diákot láttak vendégül a Fiumei úti sírkertben, ahol élő történelemórákat tartottak. Az idegenvezetők nem csak az aradi vértanúk életéről beszéltek, hanem felidézték Battyányi Lajos és Kossuth Lajos temetését is, tette hozzá. Az érdeklődők szombaton is felkereshetik a sírkertet, ahol megtekinthetik az 1848-as hősök özvegyeik és neves történelmi személyiségek sírjait. Külföld. A német konzervatív pártoknak a politikai spektrum közepét kell elfoglalniuk, szögezte le Angela Merkel német kancellára a kormányzó konzervatív uniópártok ifjúsági szervezetének rendezvényén. Mi középre helyezkedő néppárt vagyunk, amelynek mindhárom tőről táplálkoznia kell, a konzervativizmusból, a keresztény-szocializmusból és a liber liberalizmusból, fogalmazott a kancellár pártelnök. A Merkel irányította a Keresztény Demokrata Unió és Bajor testvérpártja a Keresztény Szociális Unió. A Szociáldemokratákkal nagy koalícióban irányítja az országot, de mindkét párt népszerűsége apadóban van. Merkel összetartásra, egységre szólította fel a két pártot, ahelyett, hogy egymással bonyolódnának kötélhúzásba. A kancellár világossá tette, hogy véget kell vetni a migrációs kérdésben kialakult pártok közötti marakodásnak. Mint egy 20 ezer ember vonult az utcára Edinboróban Skócia függetlenné válását követelve. Skóciában 2014-ben tartottak népszavazást az ország rész függetlenné és akkor a többség 55,3% arra szavazott, hogy Skócia maradjon az Egyesült Királyság része. Az alig két évvel későbbi brit népszavazást követően azonban, melyen a britek szűk szűk többsége úgy határozott, hogy az egész ország lépjen ki az Európai Unióból, felerősödtek azok a hangok, melyek újabb népszavazást tartanak időszerűnek Skócia elszakadásáról. Ettől azonban London egyelőre elzárkózik. Nikola Sturgeon, a Skó Skót kormányfő korábban úgy nyilatkozott, akkor fogja nyilvánosságra hozni ezzel kapcsolatos terveit, ha a brit kilépés, a Brexit feltételei világosak lesznek. Christian Kern volt osztrák szociáldemokrata kancellár bejelentette, hogy végleg távozik a politikából és az üzleti életben folytatja pályáját. Kern két héttel ezelőtt közölte már, hogy távozik az osztrák szociáldemokrata párt éléről, hogy jövőre jelöltesse magát európai parlamenti képviselőnek. Nem sokkal később azonban bejelentette, az Európai Szocialisták pártjának csúcsjelöltje szeretne lenni, hogy a párt LP-választási győzelme esetén pályázhasson az Európai Bizottság elnöki posztjára. Távozásáról a volt kancellár úgy fogalmazott, ez hivatásos politikai pályán végét jelenti, és nem mondhatom, hogy emiatt teljesen boldogtalan lennék. A Harmónia Központ nevű orosz barát párt nyerte a lettországi választásokat. A Harmónia szavazatok 19,9%-át kapta, míg a KPVLV nevű populista párt 14,6%-ot, az új konzervatív párt pedig 13,6%-ot szerzett. A nemrég alakult KPVLV jelezte, hogy kész koalícióra lépni bárkivel előzetes feltételek nélkül. A FOR fejlődés elnevezésű liberális párt a Voksok 12%-át, még a Konzervatív Nemzeti Szövetség 11%-át. A Marisz Maris miniszterelnök vezette zöldek és földművesek szövetsége pedig 10%-át kapta. Az új egység nevű jobbközéppárt 6,7%-ot szerzett. Határozottan tagadta Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusa azt a török közlést, mely szerint megöltek egy szaúdi újságírót a diplomáciai létesítményben. A török ügyészség szombaton indított nyomozást az ellenzéki újságíró keddi eltűnése nyomán. A vizsgálatot ismerő két török forrás pedig arról számolt be a Reuters hírügynökségnek, hogy a hatóságok előzetes megállapítása szerint megölték Hasodzsit, majd eltüntették a holtestet a konzulátustólról. A szaudi abszolút monarchia éles bírálójaként ismert Hasodzsi tavaly hagyta el hazáját, és azóta az Egyesült Államokban él. Kedden azért kereste fel az isztambuli konzulátust, mert szüksége volt szaudi dokumentumokra, hogy házasságot köthessen. Menyasszonya az épületnél várta, és szerinte a férfi nem jött ki az épületből, és azóta senki sem látta. Egy szaudi konzulátusi forrás alaptalannak nevezte a török állítást, és tudatta, szombaton szaudi nyomozók is érkeztek Isztambulba, hogy részt vegyenek a vizsgálatban. Donald Trump amerikai elnök nagyszerűnek, demokrata párti vezető politikusok szomorúnak nevezték Brett Kavanaugh kinevezését az Egyesült Államok Alkotmánybíróságaként is működő legfelsőbb bíróság tagjának. Az elnök a Kansas City Topeka városában kampánygyűlésen vett részt, és több ezer újongó új körében történelminek nevezte a napot Kavanaugh kinevezése miatt. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a szavazás fantasztikus győzelem nemzetünk és alkotmányunk számára. Trump dicsérte a republikánus politikusokat, akik, ahogyan fogalmazott, nem voltak hajlandóak meghátrálni a demokraták szégyentelen politikai kampány előtt. Demokrata párti politikusok a szavazás után arra sürgették híveiket, hogy a lehető legnagyobb számban menjenek el a novemberi félidős választásokon. Tom Perez a demokrata párt elnöke közleményében leszögezte, nem hagyjuk abba a menetelést, nem hagyjuk abba a harcot, és a választás napján olyan vezetőkre szavazunk majd, akik a mi értékrendünket képviselik. Két izraeli meghalt, egy súlyosan megsérült, amikor egy arab fegyveres tüzet nyitott a Cisziordániai Barkan ipari parkban. Az áldozatok közül kettő, 30-as éveikben járó férfi és nő eszméletlen és kritikus állapotban volt, amikor a mentősök a helyszíre értek. Az izraeli védelmi erők később közölte, hogy mindketten meghaltak. A harmadik sérültet, egy 54 éves nőt súlyos, de stabil állapotban a Petah Tikvai Belíjén kórházba szállították. A kórház szóvivője szerint az áldozat hasi sérüléssel került hozzájuk állapota közepesen súlyos, de nincs életveszélyben. A hadsereg és a helyi rendőrség hajtóvadászatot indított a terrorista után, aki elmenekült a helyszéről. Az elkövető egy 23 éves arab, a tulkar melletti Soevika lakosa. Az előzetes vizsgálat szerint a terrorista egy helyi készítésű Kárlós stílusú fegyverrel érkezett az ipari terület egyik részlegére. Felment a második emeletre, tüzet nyitott és megsebesített három szemét. A bárkáni lövöldözés új fejezetet nyitott Cisziordániai ellenállásunkban nyilatkozta a gázai övezetet irányító Hamász terrorszervezet. Az incidens bizonyítékú szolgál arra, hogy a palesztin hatóság kísérletei sikertelennek bizonyultak a kapcsolatok normalizálására a cionista megszállókkal. A palesztin ifjúság harcot akar. Gazdasággal folytatjuk. Várhatóan az olajkartell is képtelen lesz megakadályozni, hogy az olajárak már 2018-ban 100 dollárig ugorjanak, ami egyben azt is jelentheti, hogy a magyarországi üzemanyagárak még idén megközelíthetik, vagy meghaladhatják az eddigi abszolút rekordszinteket. A Brent elmúlt napokban produkált drágulás hatására a benzinkúti árak egyetlen hét alatt 10-12 forinttal emelkedtek, amennyiben pedig az olajpiaci várakozások beigazolódnak, további több 10 forintos drágulásra lehet készülni. Az eddig abszolút rekord benzén esetében 451, a gázolajárnál 449 forint volt országos átlagban. Ha az olajár idén eléri a 100 dolláros szintet, úgy a magyarországi üzemanyagárak megközelíthetik, vagy meg is haladhatják az eddigi csúcsértékeket. Végül az időjárásról. A hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de kezdetben még keleten és délnyugaton elszórtan egy-egy futózápor előfordulhat. Délutánra már csak a Dunántúl déli felén lehet néhol egy-egy rövid ideig tartó zápor. észak és nyugaton élénk lehet az északi a szél. Reggelre foltokban párássá válhat a levegő. Hajnalban 7-14, délután 20-25 fokot mérhetünk. Ma sem lesz front térségünkben, de a fokozottan érzékenyek körében meleg fronti tünetek előfordulhatnak, migrén, dekoncentráltság, fáradékonyság jelentkezhet. Híreinkről bővebben a heti tv.com, illetve a brajerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!